A Sümegvárosi Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Havasi Petra vagyok. Már mutatjuk is, milyen témákról lesz szó mai híradónkban. Képes tartalomjegyzékünk következik. Járó beteg szakrendelő. Továbbra is fontos a telefonos egyeztetés. Körforgalom. Virágosítják a belváros látványos központját. A könyv házhoz megy. A könyvtár új szolgáltatást vezetett be. A Sümegi Járóbeteg Szakellátó Központ május 4-től a fokozatosság elvét követve kezdte meg rendeléseinek újraindítását. Elsődleges szempont továbbra is a COVID-19 vírus terjedés lehetőségének minimalizálása, ezért a szakrendeléseken kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehetséges beteget fogadni. A jelenlegi szabályozásról tájékoztatják nézőinket a szakemberek most következő híradásunkban. A legelső utasítás ugye március 15-én érkezett, ami gyakorlatilag egy kialakult járványügyi helyzetre tekintettel kellett gyakorlatilag egy hirtelen lépést tenni a járóbeteg szakellátó központokban, ami azt jelentette, hogy a tervezhető vizsgálatokat, illetve beavatkozásokat, úgymond az időpontokat meg kellett gyakorlatilag azonnali hatállyal szüntetnünk, illetve fel kellett függesztenünk ilyen értelemben a működést. És ugye ezt követte egy olyan állapot, amikor hát első körben ugye igyekeztünk kiértesíteni minden beteget, főként telefonon arról, hogy mi várható, és hogy most átmenetileg türelmüket kérjük ebben a helyzetben, illetőleg hétről hétre, sőt azt mondhatom, hogy napról napra, főként azokon a szakterületeken a krónikus betegeinkre vonatkozóan történtek a gondozással kapcsolatos anyagok áttekintése a szakdolgozóink és a szakorvosaink által, amikor is felkerestük a betegeinket, és elsősorban itt az volt a cél egyrészt nyilván az állapotuk felül érdeklődni, és arról, hogy ne maradjanak gyógyszer, vagy esetleg szakorvosi javaslat nélkül. És így telt el április 30-áig gyakorlatilag ez az időszak, ami alatt több mint 500 beteg részére tudtunk e-receptet, illetve szakorvosi javaslatot írni, vagy szakorvosaink tanácsot adtak, és hát természetesen voltak olyan szakterületek, ahol nem lehetett mellőzni ebben a kritikus helyzetben sem a személyes találkozást. Ilyen esetek közel 60 elemszámmal fordultak elő ebben az időszakban, amikor szükség volt a személyes találkozásra. Most pedig az új működési rendnek megfelelően, ez április 30-án késő este érkezett ez az utasítás, aminek a fő szempontja és a követendő elve a fokozatosság betartása. Nyilván itt még mindig a csoportosulás elkerülése és a járvány lassítása érdekében kell mindent megtennünk. Ennek értelmében olyan szakrendeléseket lehetséges újraindítanunk, amik kizárólag időpontra tudnak működni. Az időpontos működésen túlmenően a másik ökölszabály az, hogy előzze meg egy telefonos konzultáció, de ez már szakorvosi konzultáció legyen a beteggel, a személyes találkozást. Ez egy telefonos vizit, vagy virtuális vizitnek is hívhatjuk. Szoktam javasolni neki, hogy az az idős beteg, akinek szüksége van egy vizsgálatra, először is készítse a telefon mellé a zárójelentéseit, az ambulans lapját, a gyógyszereit, és úgy telefonáljon, lehetőség szerint a rendelési időben. Arra a ügyvezető asszonynak kialakítjuk azt a rendszert, hogy a rendelési időnek egy részét azzal fogjuk kitölteni, hogy konzultációt adunk, és akkor beszélgetünk a beteggel, ki fogja kérdezni, tehát virtuálisan kivizsgáljuk. És ennek alapján, vagy ennek sem eldönthető, hogy be kell-e jönni, vagy nem. Amennyiben igen, akkor mi elrendeljük a következő rendelésre, és lényegében itt, ahogy belép a rendelőbe, egy triázs fogja fogadni, egy hőmérsékletet mérnek, egy járványügyi kérdéseket tesznek föl neki, és legtöbb esetben, ahogy láttam, mindenkit maszkkal jön, és ez egy jó. És így ezzel kiküszöböljük a járvány, vagy a fertőzésnek az átvétel és átadását, bent tartózkodást minimalizáljuk, azért is kellene tudni előre, hogy mire lehet számítani. És tehát gyakorlatilag ez a 15 percnél ne tartson tovább, illetve tetszik látni, a rendelő várójában nincs
beteg, tehát az egyenesen jön be. A járóbetegnek a felhívását, a tájékoztatásában, és az ügyvezető asszony is kiemelte, hogy ne kissenek a betegek. És, tehát is így bejön, és megvizsgáljuk. Az időpont foglalás fő jellemzője most ebben a helyzetben, hogy ahogy az előzményekben elmondtam, a hirtelen zárást követően nyilvánvalóan minden szakrendelésen voltak már olyan időpontok, olyan betegek, akiknek voltak vizsgálatra, beavatkozásokra időpontjai. Nyilvánvalóan a folyamatosság és a fenntarthatóság érdekében őket kell első körben megkeresnünk, illetőleg tőlük várjuk a megkeresést az intézmény felé, és velük történik első körben a telefonos konzultáció. Ez azonban nem jelenti azt, hogy időközben, vagy éppen aktuálisan nincsen olyan igény, nem merül fel az egészségügyi szolgáltatás szakellátás igénybevételére, ami aztán új betegeket is generál. Ilyenkor természetesen kérném nagy tisztelettel a betegek türelmét arra vonatkozólag, hogy komoly logisztika van az mögött, hogy az elmaradt szakrendeléseinknek az időpontjait figyelembe véve dolgozzuk fel, és igyekszünk megbecsülni azt a következő időpontot, amikor biztonsággal tudjuk majd fogadni az ilyen értelemben vett új beteget. Ez azt jelenti, hogy minden szakterületen más és más időt fog ez igénybe venni, hiszen vannak olyan szakrendeléseink, amik heti egyszer, és van olyan, ami heti háromszor vagy négyszer is egyébként a normál működési rendben működik. Nyilvánvalóan itt jóval több szakrendelésünk maradt el. Innentől kezdve nyilvánvalóan hosszabb is lesz a várólista. Főorvosasszonytól is azt kérdezzük, hogy telt a mai rendelési idő, mennyire jelentkeznek a betegek, hogyan tudják őket fogadni, hogy történik az előzetes bejelentkezés? Előzetes bejelentkezésen telefonon kell, de előtte telefonon konzultálunk. Munkatársam, aki szakasszisztens, beszél a paciensekkel, és hogyha úgy gondolja, és többnyire úgy, akkor én is telefonos ügyeletet tartok, már a vészhelyzet bevezetése óta, tehát egy kicsit megelőztük ezt a rendeletet. Igyekeztünk a betegek érdekében, és a rendeletnek megfelelően viselkedni, és akkor a páciens fölhív, és akkor én megbeszélem vele, és hogyha a betegsége olyan, hogy én úgyse tudnám itt ellátni a szakrendelőben, de tehát sürgős, akkor megfelelő helyekre elküldöm, előtte megbeszéli az ember a kollégákkal, hogy mennek, mehetnek-e. Tehát intenzív telefonálgatást folytatunk. A szakorvosokhoz az esetek többségében a házi orvosok utalják be a betegeket. Mi jellemző a sürgősségi beutalásokra most ebben az időben, ebben a helyzetben? Igen, különösen ez a helyzet ad arra mindenképpen indokot, hogy a beutalási rendet és egész pontosan a betegfogadási rendet is újra kellett gondolni és újra kellett szabályozni. Itt első körben két fogalmat lenne nagyon fontos tisztázni, ami nem is biztos, hogy a vírus vagy a járványhelyzetet megelőzően olyan egyértelmű és tisztán szétválasztható helyzet volt, mint most. Beszélhetünk tehát magáról a sürgősség fogalmáról, illetve a soron kívüliség fogalmáról. A sürgősség fogalma itt az egészségügyi ellátórendszerben minden esetben kivétel nélkül kizárólag azt jelenti, hogy egy orvosi vizsgálat alapján a beteg állapotát megvizsgálva a beutaló orvos úgy dönt, hogy orvos szakmai szempontok alapján ez a beteg sürgős ellátásra kell, hogy kerüljön. Még bonyolítja egy picit a helyzetet az ellátórendszer, és hát nyilván a betegek helyzetét is az, hogy ez szakterületenként változhat. Erre szeretnék felhozni például egy olyan szakterületet, ami talán még a laikusok számára is érthető, vegyük mondjuk a diabetológiát, a cukorbetegekkel foglalkozó szakterületet. Ez nagyon gyakran látogatott szakrendelésünk, hiszen nagyon sok a cukorbeteg nem csak az országban, hanem a térségben is. Ezen a szakterületen, vagy ebben a betegségcsoportban inkább így mondom, a szakmai kollégium állásfoglalása és a szakma szabályai szerint is olyan sürgősségi esetek lehetnek, amikor gyakorlatilag a beteg nem is tud a saját lábán egyébként az ellátórendszerhez fordulni, és ha tudna is, mindenképpen kifejezetten a betegellátás biztonságát
az ellátási időt növelni, és egy fölösleges késlekedést okoz az, ha olyan helyre kerül beutalásra a beteg, vagy olyan helyre jelenik meg a beteg olyan ellátórendszerbe, ahol sem személyi, tárgyi, sem működési feltételek nincsenek, hiszen nyilvánvalóan is sürgősségi betegellátásra külön szabályoknak kell megfelelni az adott intézményeknek, az adott progresszivitási szinten. Ennek megfelelően ez az új beutalási rend, ez kizárólag szigorúan a szakma szabályai szerint szakorvosokkal egyeztetve történt megalkotásra. Nyilvánvalóan ez ő szaktudásoknak megfelelően mérhető föl, és a gyakorlati tapasztalatuknak megfelelően, hogy mi az a betegségcsoport, vagy tünetcsoport, vagy állapot, amivel itt még a beteg érdekeit szolgálva egy gyors intézkedéssel javíthatunk az állapoton, és mi az, ami egész biztos csak a késlekedést okozza. Ennek megfelelően talán nyilvánvalóan ez a beutalási rendben a házi orvosok részére kiküldésre került, és megfelelően részletezve is van. Azonban ezt nem is kell talán a tisztelt lakosságnak ismerni részletesen, de azt mindenképpen fontos tudni, ami a beutalási, az új sürgős beutalási rendnek egy fontos eleme, hogy csak olyan sürgős beutalót tudunk elfogadni, különösen erre a helyzetre való tekintettel, ami azon a napon született, előtte megelőző vizsgálat alapján nyilván, amikor egyébként a rendelési idő van. Hiszen ez talán érthető is, hogy vannak olyan rendeléseink, jó néhány számban, ami egy héten csak egyszer van. Érthető az, hogy egy egyhetes sürgőssége jelölt beutalóval érkezik egy beteg, ott mindenféle tekintetben el lehet azon gondolkodni, hogy nem történik egy olyan hiba, hogy esetleg egy rosszul megítélt sürgősnek jelölt beutalóval egy másik betegtől vesztük el az időpontot, vagy az ő időpontja kerül ezáltal hátrébb. Tehát ez a legfontosabb, azt gondolom, a betegeinknek, hogy tudják, hogy csak azon a napon, úgy, hogy előtte megvizsgálta a házi orvosa vagy a beutaló orvosa, aki orvos szakmai indok alapján megfelelően kitölti nyilván a beutalót, és leírja, hogy mire kíváncsi, hogy miben nem biztos, és mi az, ami miatt szakrendeléshez kell fordulni, mi az, amivel többet tud abban az adott helyzetben, nyilvánvalóan kizárólag a beteg érdekeit szem előtt tartva, gyors intézkedéssel eljárni egy szakorvos. És ugye van a másik definíció, amit most akkor szintén át kell beszélnünk, ez pedig a soron kívüliség, hiszen lehetnek olyan helyzetek, hogy olyan időpontban szükséges a szakellátás, ami mondjuk már túlmutat egy másik egészségügyi ellátás időpontján. Tehát mondjuk jövő hétre van műtétre időpontom, mert ilyen szerencsés vagyok, hogy ilyen gyorsan kaptam, de kell hozzá előtte tegyük fel egy belgyógyászati szakvizsgálat, azonban arra csak 3 hét múlva kapnék időpontot. Ez kimeríti a többek között ez is a soron kívüli beutalásnak a szükségességét, melynek tényét a beutalón szükséges feltüntetni, és a beutaló orvos, amennyiben ezt részletezi, akár meg is keresheti egyébként a szakorvosainkat telefonon, minden szakorvosunk várja a beutaló orvosoktól egyébként a hívást is, hogy a kollégák egymás között meg is beszélhetik ezt, de a betegeknek azt az elsődleges tudni ezzel kapcsolatban, hogy a beutaló tartalmazza azt a szakmai indokot, hogy ennek a betegnek operációja lesz szüksége, ez miatt kell egy megelőző műthetőségi vélemény, vagy valami olyan elváltozást talál esetében a házi orvos, ami mondjuk nem azonnali ellátást igényel. De tegyük föl egy góckutatás, és úgy ítéli meg az állapota alapján a kivizsgáló orvos, hogy nem kellene ezzel várni 2 hónapot, megnyugtató a beteg szempontjából, és ezt feltünteti, ezt hívjuk a soron kívüli beutalónak, de itt is ki kell emelnem, hogy a sürgősségénél is, hogy csak és kizárólag szakmai indok alapján tudunk ilyen beutalót elfogadni. Nem a magyar nyelv nagyon szép, és sokféleképpen lehet értelmezni, és azt gondolom, hogy egy betegnek lehet az is sürgős, ami éppen neki sürgős, és ez beleférne egyébként ebbe a fogalomba, de itt a szakma szabályait kell szigorúan betartanunk, hiszen ez elképzelhető, hogy ahogy az előzményekben is elmondtam, rengeteg elmaradt időpontunk van, és nagyon sokan várnak most is időpontra. Ha nehezítjük azzal az ellátórendszer és egyáltalán az ellátás helyzetét, hogy esetleg ne adj Isten indokolatlan jelzésű beutalókkal a betegek gyakorlatilag egymást megelőzve kerülnek sorra, akkor ez mindenképpen egy fenntarthatatlan folyamatot eredményez. Ennek érdekében kellett ezt a beutalási és betegfogadási rendet megalkotni.
Sokféle szabályozás van, tehát most érvényben, és ezek mind új szabályok, és ráadásul lehet, hogy néhány hét múlva változnak is. Igazgatónő véleménye szerint az emberek, a betegek, az önökhöz fordulók milyen türelemmel viselik ezt? Hát az eddigi tapasztalatunk az, hogy rendkívül pozitív, nagyon türelmesek. Nyilván a legtöbb, ahogy elmondtam az elején is, a telefonos kontakt volt. A telefonos kontaktok alkalmával a legtöbb visszajelzés a köszönet, amiért viszont a mi intézményünk nevében mondanék köszönetet, hogy megértik a betegeink ezt a helyzetet, és türelmesek, és erre is kérnék mindenkit nagy tisztelettel, hiszen ez egy olyan helyzet, ami kialakult, amit még soha senki sem beteg oldalról, sem intézményi vagy ellátó oldalról nem élt át. Ez azt jelenti az ellátó oldalról, hogy nincs egy jó gyakorlat, tehát emelhetek, hogy na ez bevált, ez jól működött, és ezt mi alkalmazhatjuk, hiszen nem volt még ilyen helyzet, ehhez közösen kell alkalmazkodnunk ehhez a helyzethez, és itt viszont nagyon-nagyon fontos az, hogy együttműködjünk. Sajnos a mi részünkről egy kicsit ilyen szigorúbbnak tűnő az, hogy különböző rendeket kell létrehoznunk, beutalási, betegfogadási, és ezen túlmenően ezt viszont szeretném határozottan kijelenteni, hogy ezt szigorúan tartatnunk is kell, hiszen erre egyébként miniszteri utasításban is kötelezettek vagyunk, ami azt jelenti, hogy a nem megfelelő érkezés, a nem megfelelő beutalás, sajnos azt mondja maga után, hogy nem tudjuk fogadni a beteget. Nyilvánvalóan ez a mi munkánkat is nagyban megnehezíti, hiszen a korábbi működéssel jelentősen ellentétes, de azt gondolom, hogy lesz ennek talán pozitív hozadéka is, és én továbbra is azt kérem a betegeinktől, hogy legyenek türelmesek, akár személyesen fordulnak az intézményhez, akár telefonálnak. Főként a telefonos megkeresések esetén nagyon sok telefonszámunk él, az összes dolgozónk folyamatosan fogadja a telefonhívásokat. Nekünk a minden beteg érdeke pont egyformán fontos, nyilván a szakmai szempontok az elsődlegesek, és aztán egyébként az időbeni jelentkezés szempontjai, de elképzelhető az, hogy sok-sok telefonhívásunk érkezik most egyszerre, és amikor valaki türelmetlenül áll a vonal végén, akkor gondoljon arra, hogy éppen egy betegtársa, vagy éppen egyszerre három betegtársával beszélnek a kollégáink. Tehát idők, sokszor türelem kell ahhoz is, hogy a telefonos kapcsolat létrejöjjön. Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a Ramazetterház felújításán. Ezt a munkát a Sümegi Közszolgáltató Kft. Végzi. Viola Norbert ügyvezető igazgató beszámolt még a belváros virágosításáról, valamint a gesztenyefákat védő permetezésekről is. Nézzük! Jó ütemben haladunk a kivitelezéssel. Igazán a falfestési munkálatok befejezésénél tartunk. Szinte már csak a harmadik résznek a folyosó része van vissza, és elkezdtük a padlóburkolatok készítését, és a vizesblokkú burkolata már részben elkészült, és most kezdjük majd a folyosók és a szobáknak a burkolását. Innen erről az oldalról látszik, hogy a nyílászárók itt még hiányoznak, mert ugye ezek speciális nyílászárók lesznek. Igen, a Ramazetterház nyílászáróinak egy része örökségvédelmi szempontból védettnek nyilvánított, és ezeknek a restaurálása szükséges. Ezt ugye fa restaurátorok végzik, és a héten ők is jönnek, és befejezik azokat a végső restaurálási munkákat, amelyekkel elkészülnek a régi ablakok új díszben. Hogyan haladnak tovább, milyen feladatok vannak még? Jönnek a gépészeti munkák befejezése, villanyszerelés, vizesblokkok szerelvényezése, és az udvarrendezés, térkövezés. A határidő pedig? Május vége, május 31. A lakosok is láthatják, hogy a körforgalom szépítése zajlik. Mit kell tudnunk erről? A körforgalom növénybeültetését elnyerte egy vállalkozó, amelynek kiállt a kivitelezési munkálatoknak, és elkezdték a körforgalomnak a szépítését. Első körben a szegélykövek elhelyezése történt meg, amely egy virágszirom alakzatot formál meg, koncentrikusan a körforgalom közepén, és tegnapi, a mai nap folyamán pedig elkezdték a növények beültetését. Az Árpád és a Petőfi utcában is lassan a végéhez közelednek a munkálatok, itt is történik majd egy kis kertészkedés? Mindenképpen, hiszen ez a zöldváros programnak az egyik üteme, ahol egy úgynevezett zöld folyosó kialakítása fog megtörténni az Árpád Petőfi utcában a térbukolás követően, ugye amely már elkészült. A héten például gesztenyefákat pótlunk, ahol szükséges volt kivágni a betegség végett a fákat, azokat pótoljuk, ültetünk be új friss gesztenyefákat, valamint elkezdődött a
fönt a Petőfi utcai szakaszon egy térnek a tereprendezése, növénybeültetése és térburkolási munkái. Ha már szó esett a gesztenyefákról, most ilyenkor vannak különleges intézkedések, amelyek a megóvásuk érdekében történnek. Melyek ezek? Igen, hát ugye a vadgesztenyefákat az aknázó moly károsítja hosszú évek óta. Ez ellen mindenképpen növényvédelmi kezelés szükséges, hiszen különben már augusztusra nem lenne lomb levél a fákon. Ennek az ideje ez most van, most fog megtörténni. Tegnapi este folyamán akartuk elvégezni ezt a növényvédelmi kezelést, de az időjárás közbeszólt, úgyhogy ma este próbáljuk meg ezt a növényvédelmi kezelést elvégezni, és ez még majd két alkalommal fogja követni, rajzás csúcsonként majd a növényvédelmi kezelés. Van esetleg ennek káros hatása, tehát a lakosok figyeljenek-e valamire ezzel kapcsolatban? Az érintett utcákban a lakosokat kiértesítettük, természetesen emberre káros hatása nincsen, ezt növényvédő szakemberek bevonásával végezzük, és olyan szerekkel, amelyek nem károsak az egészségre. Elkezdődtek az érettségi vizsgák, az ország más középfokú oktatási intézményeihez hasonlóan a Sümegi Gimnáziumban is. A végzős diákok közül mindössze egy fő kérte a járványügyi helyzetre való hivatkozással a későbbi vizsgázás lehetőségét. A legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett bonyolítja a gimnázium a fiatalok életének egyik legfontosabb eseményét. Az intézmény igazgatóját hallják. Az érettségi gyakorlatilag a megfelelő, megszorító intézkedések mellett elindult. Az első két nap tapasztalata az, hogy a gyerekeket talán nem zavarja olyan mértékben, mint azt először gondoltuk. Természetesen ők is megkapják a megfelelő védőfelszerelést az épületbe érkezéskor. Igyekeztünk minél jobban elkülöníteni őket, tehát a különböző két külön folyosónkra más irányból, külön bejáraton érkeznek a fiatalok. Maximum 8-an vannak egy terembe helyezve, távol ülnek egymástól. Úgyhogy természetesen az előírásokat, a fertőtlenítést, az épületek tisztán tartását, fertőtlenítését, a szellőztetést a technikai dolgozóink is biztosítják. Ők is folyamatosan jelen vannak az érettségi alatt, és az előírásoknak megfelelően végzik a dolgukat. Nagy kérdés volt még körülbelül két héttel ezelőtt, amikor beszélgettünk, hogy hogyan tudják majd azt megoldani, illetve megakadályozni, hogy a vizsgák befejeztekor a gyerekek ne csoportosuljanak, mert ugye óhatatlanul is szeretnék megbeszélni társaikkal a vizsgát, meg hát jó is, hogy egy kicsit találkoznak most. Milyen tapasztalataik vannak e téren? Az épületen belül ezt természetesen mi magunk biztosítani tudjuk. Egyébként a beérkezés is lépcsőzetes, tehát egy 5 percenként megkapták a gyerekek a időben, hogy mikor érkezzenek, tehát az sem egyszerre történik, hanem fokozatosan, illetve hát a dolgozatokat sem egy időben fejezik be, aki végzett akár 10 perccel, 15 perccel előbb, az már elhagyja az épületet, tehát nem szabad időben tartózkodniuk már. És hát az épületen kívül az már egy nehezebb dolog, a kapunál a portásunk ezt még tudja biztosítani, tehát ott nem állhatnak meg beszélgetni. Én kértem a helyi rendőrös segítségét, tehát az épület környékén, a gimnázium környékén, hogy ők is segítsenek ebben, hogy a gyerekek tartsák ott is a megfelelő előírt távolságot. És akkor nézzük szakmai szempontból az érettségit, milyenek az idei érettségi vizsga feladatok? Hát ez egy nehéz kérdés, mert erre mindenki másképp válaszol. Ugye sokaknak könnyűnek tűnik, másnak nehéznek. Én úgy tapasztaltam, hogy a magyar érettséginél nem érte őket meglepetés, tehát a kijelölt témák, szerzők közelebb álltak hozzájuk, nem okozott meglepetést. A matematika az mindig ugye a mumus, ha szabad ilyet mondani, attól félnek talán mindannyian a legjobban. Itt vegyes a tapasztalat, azt láttuk, hogy talán kimaradtak olyan korábbi témakörök, kevésbé voltak hangsúlyosak, mint például trigonometria,
exponenciális logaritmus témakör szinte alig jelent meg a feladatsorban, ami könnyebbség lehet, viszont hosszú szövegek voltak, talán még több, mint a korábbi években, és a második résznél az összetett feladatok gyakorlatilag több témakörből tevődtek össze, tehát nehéz volt kifosztanunk azt a feladatot, amivel nem szerettek volna foglalkozni. Meddig tartanak az érettségi vizsgák, mikor lesz az utolsó nap, amikor írásbeli vizsgát tesznek a diákok? Nálunk május 15-én informatika tantárgy lesz az utolsó írásbeli, illetve gyakorlati vizsga. Most, hogy egy kicsit szabadabbá vált a világ, azért a korlátozásokat egy kicsit enyhítették az elmúlt héten, legalábbis itt vidéken. Vannak-e tervek esetleg arra vonatkozóan, igazgatónő, hogy hogyan fog tudni találkozni még egyszer utoljára majd ez a végzős diáksereg? Még összeülünk a kollégákkal, és próbálunk egy jó megoldást találni. Voltak ötletek, de aztán sokszor módosítanunk kellett, hiszen a rendelkezések szerint kell gondolkodnunk. Még mindig bízunk benne, tehát nem zártuk ki az esélyt annak, hogy valamilyen formában ünnepélyes módon elköszönjünk tőlük. És hát, hogy a bizonyítványosztás is, illetve az érettségi bizonyítványok kiosztása is majd milyen formában zajlik, hát ezeket még majd az adott időszakra vonatkozó rendelkezések szerint fogjuk megvalósítani. Köszönjük, igazgatónő, hogy a rendelkezésünkre állt. Szívesen. A Könyvházhoz megy címmel új kezdeményezést valósít meg a Városi Könyvtár. Így szolgálva ki a járványügyi helyzetben is olvasóikat. Emellett jelentős átalakítás is zajlik. A népszerű gyermekkönyvtári részleg új helyszínre költözik, és ez többféle tevékenységet von maga után. A Sümegi Egyetem épületében két helység áll a Városi Könyvtár rendelkezésére. Ezt a helyszínt évek óta raktározásra használják. Itt tárolják azokat a köteteket, amelyeket csak előjegyzés útján lehet kölcsönözni, illetve itt történik a selejtezés is. Most a szakirodalmi állomány jelentős része is itt kap helyet. Ennek a nagy belső munkának fontos oka van. A gyermekkönyvtárunk költözik a művelődési központ emeletére. Nagyon nagy munkában vagyunk, az állományoknak a 100%-a egyébként már ott van. Polcokra került már az ifjúságirodalom és a szakirodalom, ellenben a meséink még dobozban vannak, ugyanis egy nagy feladat előtt vagyunk, kerekeket kell szerelnünk a polcainkra, ugyanis nagyon fontos, hogy abban a térben mobilak legyenek ezek a polcok, mert közösségi térként funkcionál továbbra is az a terem, és adott esetben, hogyha helyszükében vagyunk, akkor odébb tudjuk ezeket a polcokat tolni. A dobozokban lévő könyvek feldolgozásra kerülnek, tehát a könyvtári rend szerint kerülnek a polcokra, és ezzel együtt a digitális katalógus rendszerbe is. Egy könyvtáros feladata nem csak abban áll, hogy egyik polcról átteszem a másik, hanem természetesen azért itt az adattárunkba is ezt rendet kell rakni, tehát hogyha mondjuk egy könyv a felnőtt szakirodalomból átkerül a raktárba, akkor ugyanúgy a Szikla online rendszerünkbe ezt át kell rakni, illetve a katalógus szekrényébe is át kell rakni, ugye nyilván ennek azért megvan a folyamata. A könyvtári állomány átválogatásának elsődleges oka az, hogy a gyermekkönyvtár a gimnázium épületéből a Városi Könyvtár emeletére költözik. A továbbiakban, ha a korlátozó intézkedéseket feloldják, itt várják majd a legfiatalabb olvasókat. Ugyanúgy várjuk az olvasóimat, és őt nagyon hiányoznak a gyerekek, egyébként azt hozzáteszem, nagyon várjuk őket. Semmi nem változik, én úgy gondolom, csak annyi, hogy egy másik közegbe kerülünk, illetve azt hiszem, hogy ezáltal azért a könyvtanú családbarát lesz. Tehát ugyanúgy jöhet a gyermek az emeletre, a szülő pedig mehet a felnőtt könyvtárba egyik oldalról, másik oldalról, ha pedig kinövi már a gyerek könyvtár állományát, akkor csak le kell sétálni a lépcsőn, és már is ott van a felnőtt könyvtár. Ami még nagy változás lesz, hogy szeretnénk, sőt így is lesz, kialakítani az előtérben egy folyóiratolvasót, ami azért is jó lesz, mert az időseknek nem kell feljönni az emeletre, nyilván elérhetőbb lesz, illetve arra is gondoltunk, hogyha már beindulnak a próbák a gyerekek körében, akkor a szülők ott a várakozási időt hasznosan el tudják tölteni. Jelenleg a könyvtár zárva tart. A koronavírus járvány miatt az olvasók nem látogathatják az intézményt. Azonban a szakemberek mindent megtesznek azért, hogy akik nem mondanak le az olvasás élményéről, megtalálják a megoldást a könyvtári szolgáltatás igénybevételére.
civil szervezetekkel összefogva az állományunkból leselejtezett dokumentumokat, könyveket az olvasóink rendelkezésére bocsátjuk, csomagoljuk, és a civilek pedig kiviszik házhoz, akik kérik. Mindemellett elindították a Könyvházhoz megy elnevezésű programot. Ez mit jelent? Hát ez egy új kezdeményezése az intézményünknek, a fenntartó város, Sümegváros önkormányzatának támogatásával tudjuk megvalósítani. Ez úgy fog működni, hogy olvasóink a sumegmk.hu honlapunkon a könyvtári online katalógusunkból ki tudják választani a kívánt könyvet, hogyha rákattintanak a könyv leírására, akkor azt is látni fogják, hogy a könyv éppen kölcsönzésben van-e, vagy tudjuk biztosítani, tehát kölcsönözhető. A kiválasztott könyveket akkor e-mailben a könyvtárunk e-mail címére, a sumegikönyvtar@gmail.com e-mail címre kell beírni a szerző nevét és címét, és az olvasónak a nevét és címét és telefonszámát. És akkor azután mi a legnagyobb óvintézkedéssel és körültekintéssel ezeket csomagoljuk, ezeket a könyveket, és minden csütörtökön az önkormányzat támogatásával ezeket kiszállítjuk házhoz. Azon kívül, hogy e-mailen igénylik a könyveket, telefonon is lehet telefonálni. Minden kedden és szerdán 9-től 14 óráig az 550-265-ös telefonszámon, és akkor ugyanígy felvesszük az adatokat, és így is lehet könyvet kérni. Ezen kívül az online kölcsönzés mellett online beiratkozást is biztosítunk az olvasóinknak. Ebben az esetben az a kérésünk, hogy a személyigazolvány és lakcímkártya fénymásolatát szíveskedjenek elküldeni a e-mail címünkre, és akkor abból az adatokat berögzítve a könyvtári rendszerünkbe, ezáltal olvasóvá válnak az olvasók, ez díjmentesen történik meg. A megszokottól eltérően most az online kölcsönzésben 5 könyvet lehet kölcsönözni az olvasóknak, és még azt garantáljuk, hogy a legnagyobb óvintézkedések mellett fogjuk ezeket kezelni és csomagolni, és úgy fogjuk kijuttatni az olvasóknak. Ezek a könyvtári munkák csak úgy tudnak megvalósulni, ha a szakemberek mind kiveszik a részüket a munkából, közösen végzik a jelenlegi feladatot is. Köszönetet szeretnék mondani a könyvtárban dolgozó kollégáimnak, ugyanis az a munka, amit véghez vittünk itt ebben a rendkívüli helyzetben, az mindenkinek a becsületére vált volna, mert mi aztán dobozt gyűjtöttünk, cipeltünk, emeltünk, polcot szereltünk, mind a mellett hozzáteszem, hogy ebbe a helyzetben nem hagytuk magukra az olvasókat sem, és azt gondolom, hogy ez a helyzet, ezt a kis csapatot most összekovácsolta. Nézzük a legfontosabbakat még egyszer egy-egy mondatban. Járó beteg szakrendelő. Továbbra is fontos a telefonos egyeztetés. Körforgalom. Virágosítják a belváros látványos központját. A könyv házhoz megy. A könyvtár új szolgáltatást vezetett be. Kedves nézőink, híradunk után az ablakkal a Város Közéleti magazinjával jelentkezünk. Mai adásunkban stúdióbeszélgetéseket láthatnak. Elsőként Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő lesz a vendégünk, majd pedig Vég László polgármester. Mindketten a járványügyi helyzettel kapcsolatban tájékoztatják nézőinket. A www.sumegtv.hu weboldalunkon korábbi híradóinkat és magazinműsorainkat is megtekinthetik. Érdemes böngészni a sumegonline.hu oldalunkon, ahol minden városunkat érintő friss hírről értesülhetnek. Kövessenek minket a Facebookon, köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. Ne feledjék, ha tehetik, maradjanak otthon.